Ebben a mai videóban a lupus autoimmun betegségről lesz szó. Üdvözöllek itt Ujjai Szabolcs Zoárt. A lupus egy olyan autoimmun betegség, amikor a saját immunrendszerünk megtámadja az egészséges szöveteket és szerveket. A jelenség során rengeteg gyulladás alakul ki a testünkben, melyek alapvetően bármely szervünkre és testrészünkre negatív hatást fejthetnek ki, így a szívre, ízületekre, agyra, vesékre, tüdőre és a belső elválasztású mirigyekre is. Sok esetben nem tudják az orvosok diagnosztizálni a betegséget, mert számos tünete lehet, így más betegségként határozzák meg. Így ebből fakadóan érdemes a lupusz tüneteiről is beszélni, mert sokan nem is tudnak róla, hogy esetleg kialakult náluk ez a betegség. A lupusz kialakulásának hátterében nem egy ok áll, hanem általában több tényezőnek az együttes megléte. Először is hölgyeknél jóval nagyobb arányban alakul ki a probléma, főként 15-45 éves életkor között. Hosszú távon a tápanyagokban szegény táplálkozás, a túl kevés vitamin és ásványanyag bevitel, a bélrendszeri gondok, mint például az áteresztő bélszindróma, aztán az ételallergia és intolerancia, a túlzott méreganyagbevitel például ételekből, vagy környezeti vegyszerekből, levegőből, vagy esetleg más autoimmun betegségek is okozhatják. A leggyakoribb tünetei a betegségnek a krónikus fáradtság, az ízületi és izomfájdalmak, a merevségérzet, a légszomj, a gyakran jelentkező láz, bőrkiütések, a homályos látás, kiszáradt szem, szájban, orrban jelentkező sebek, illetve a vérszegénység és a gyengeség. Az idő előre haladtával a lupusz következtében megnő a magas vérnyomás kialakulásának esélye is, illetve ennek következtében a vese és a tüdő károsodás is. A legtöbb autoimmun betegség esetén, így lupusz esetén is az egyik fő terápiás gyógyszer, amit az orvosok a betegeknek adnak, az a kortizol, a kortikoszteroidok, azaz a mellékvese által termelt hormon, így ebből fakadóan azonnal következtethetünk arra, hogy ugye szoros összefüggés van a stresszhormonok és az autoimmun betegségek között. A lupusz és más autoimmun betegségek is általában akkor aktivizálódnak az embereknél, amikor valamilyen komolyabb stressz hatásnak vannak kitéve, melynek következtében lényegesen megnő a mellékveség terhelése. Ez általában valamilyen veszteséggel járó trauma, például egy szeretett ember elvesztése, egy válás, egy állás elvesztése és hasonlók. A mellékveseink fontos szerepet játszanak az immunrendszerünk működésében, és ha hosszú távon fokozott terhelésnek vannak kitéve, vagy hirtelen rövidebb ideig egy lényegesen erősebb terhelés éri őket, megnő annak az esélye, hogy az immunrendszerben játszott kulcsszerepüket már nem tudják megfelelően végezni. Tehát a mellékveseik egyensúlyának felborulása következtében zavar keletkezik az immunrendszerben, ami számos különféle problémához vezethet. Éppen ezért az első fontos lépés lupus esetén, amit kipróbálhatsz, az a stressz kezelése, visszaszorítása, csökkentése. Számos módszert találsz erre az interneten, de ami a legfontosabb, hogy ezt legbelül kell az embernek lejátszani, és ha szükséges, sok mindent át kell alakítani az életben, hogy a stresszkitettség csökkenjen. Ahogy elkezded visszaszorítani a stresszt, figyeld meg közben, hogy a tüneteid hogyan változnak. Ha tapasztalsz változást, akkor nagy eséllyel arról van szó, amiről az előbb beszéltem, tehát komolyabb zavar alakult ki a mellékveséid működésében, és azáltal, hogy leveszed róluk a terhet, csökkented a stresszt, tehát nem kell stresszhormonokat termeljenek nagy mennyiségben, így el tudják kezdeni a regenerálódást. Nyilván ez a folyamat eltart egy ideig, hetekig, hónapokig is akár, sok mindentől függhet. A második lépésben érdemes a legfontosabb káros anyagokat kizárni, akár teljesen visszaszorítani a táplálkozásodban. A leginkább problémás ételek és anyagok lupusz esetén a glutén, a transzsírok, a cukor, a túlzottan sós ételek, az alkohol és a koffein. Érdemes ezeket kizárnod és mindeközben megfigyelned a testedben végigmenő változásokat. Ha látod, hogy van javulás, például akár csak 2-3
kizárásával érdemes ugye a továbbiakban sem enni őket, mert ugyancsak időre van szükség, hogy a kizárásokkal a negatív tünetek csökkenjenek, majd teljesen megszűnjenek. A harmadik lépésben megtámogathatod a szervezetedet három olyan vegyülettel, melyek nagy eséllyel segíteni tudnak a problémán. Közülük az első az omega-3, melynek jó forrásai tengeri ételek, krillolaj, csukamájolaj, halolaj, illetve lupusz esetén kifejezetten a DHA előnyös, melynek legjobb forrása a tintahalolaj, vagy másik nevén a calamari. A tintahalolajban kb. 4-szer több DHA van, mint EPA. Az omega-3-ban lévő DHA-nak hatására javulhat az alvás minősége, csökkenhet a depresszió gyakorisága és számos más betegséggel járó tünet mérséklődhet. A második fontos mikrotápanyag a D3-vitamin, melynek szintjét a legjobban a napon való tartózkodással tudod megemelni a szervezetedben. Télen a szolárium is segít, de sajnos lupusz esetén oda kell figyelni a napon való tartózkodásra, mivel az erős napfény következtében a bőrpír alakulhat ki. Ezért érdemes a D3-at külön is pótolni étrendkiegészítőkkel. D-vitaminról készítettem már egy videót, keres rá a keresőben. A harmadik kiegészítő készítmény pedig a kalcium, melyet ajánlott minden természetes forrásból pótolni, vagy olyan étrendkiegészítőkkel, melyek természetes kötésű kalciumot tartalmaznak. Lupusz esetén nagy az esély arra, hogy a bélrendszerben kialakult az áteresztő bélszindróma jelenség is. Egyre több kutatás világít rá arra, hogy a legtöbb autoimmun betegség hátterében jelen van az áteresztő bélszindróma is, tehát a negyedik lépés, egy kulcsfontosságú lépés a bélrendszer rendbetétele. Az áteresztő bélszindróma jelenség lényege, hogy a bélfalnál lévő apró lyukacskák, melynek az lenne a feladata, hogy kiszűrjék, hogy mi kerüljön be a vérkeringésbe, és mi nem. Olyan ez, mint egy apró lyukú szűrő. Tehát ezek a lyukacskák már nem tudnak megfelelően működni, mert méretük ugye jelentősen megnőtt, elsősorban a silány minőségű ételek hatására. Így ezáltal elkezdenek átereszni a testünkbe olyan vírusokat, baktériumokat és egyéb nem kívánatos anyagokat is, melyekkel az immunrendszerünk egy idő után már nem tud mit kezdeni. Lényegében teljesen megzavarodik, és így jutunk el egy idő után abba az állapotba, amit autoimmun betegségnek nevezünk. Áteresztő bélszindróma esetén fontos elhagyni minden olyan ételt, mely károsítja a vékonybelet, és jelentősen meg kell emelni azon ételek arányát a táplálkozásban, melyek segítik a bélfal regenerálódását, melyek nem fog menni egyik lapról a másikra. A legjobb ételek a magas kollagéntartalmú ételek is idealok, mint például a lassú lángon 15-20 órán átfőzött húslevesté, a zöld színű zöldségek, a biokefir és joghurt, savanyú káposzta, más probiotikus ételek, a kókusztermékek, például a kókuszolaj és az L-glutamin. Az ötödik segítséget lupusz esetén az alvástól kaphatjuk, jól aludni és elegendőt aludni kulcsfontosság lennél a betegségnél, mivel hogy gyakran jár fáradékonysággal, sokszor még napközben is kell aludni egy-két órát a betegnek. Sajnos az álmatlanság is lehet az egyik tünete a betegségnek, tehát az alvás menedzselése mindenképpen fontos. A jó alvásról több videóban is beszéltem korábban, keres rá a keresőben. A hatodik és egyben utolsó lehetőség, amivel lupusz esetén javíthatsz az állapoton, az a lelki okok megértése, feltárása és a változtatás. Lupusz hátterében nagy eséllyel jelentős mennyiségű elfojtott agresszió van, melyet saját magunk ellen fordítunk. Ugye saját immunrendszerünk szembefordul velünk. A megoldás az, ha az elfojtott energiákat a felszínre hozod, az öntudatlan haragból hoz inkább létre lelkesedést, érdeklődést a világ dolgai felé, kérdőjelezd meg saját határaidat. Hagyd, hogy többet és jobban izgassanak a dolgok. Ezt a belső harcot irányítsd át máshova, külvilágba, egy magasabb rendű cél felé, például állíts fel célokat az életed különböző területein, és tudatosan terszerűen indulj el a megvalósítások útján. A lupusz egyébként Plutó-Mars szimbólum, így ha asztrológussal konzultálsz, erre is kérdezz rá mindenképpen, mert számos más lelki folyamatra is rá tud világítani. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót. Ha szeretnél hozzáfűzni még valamit ehhez a témához, írd meg a hozzászólásokba, mert így másoknak is segíthetsz.
Ha kapni szeretnél értesítést a következő hasonló videókról, iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted meg. Itt Újhelyi Szabolcs Zoárd, ebben a videóban a lupuszról volt szó. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!